Kis Judit Ágnes a műsor egyetlen dálmájaként egész életében a költészet bűvöletében élt. Íróként nem csak érti, hanem át is érzi a versek lelkületét. A mai adásban Arany János balladáival ismertet meg minket. Sziasztok! A múltkor egy népmesét kezdtem mesélni, most pedig azt kérdezem, hogy kik azok a boszorkányok. Hogyha erre úgy válaszoltok, hogy egy népmesei figura, akkor egyrészt igazatok van. Másrészt a boszorkány ennél jóval több, a magyar hiedelem világnak is alakja. Mit kell róla tudni? A magyarországi boszorkányok története régóta foglalkoztatja a kutatókat. A szakirodalom szerint boszorkány az a férfi vagy nő, aki az ördög segítségével az emberi életben, egészségben vagy vagyonban képes kárt tenni, bűbájosság vagy varázslat által. Az első magyarországi boszorkányperek a 13.-14. századi Zágrábból valók. 1526 előttről pedig 12 boszorkánypert sikerült kikutatni, ebből kettő soproni kötődésű. 1528-29-ben újra hosszadalmas boszorkányperek borzolták a soproni közvéleményt. Magyarországon 1992 óta van jelen a Magyar Boszorkány Szövetség. Egyrészt benne van a magyar hitvilág szépasszony figurája, tehát szép fiatal és elcsábítja a férfiakat. Másrészt belekeveredik a szláv kultúrából a Baba Yaga alakja, aki egy öreg boszorkány, akinek az orra összeér az állával. De míg a Baba Yaga főleg mozsárban szeret utazni, addig a magyar boszorkány elsősorban seprűn, tilón hasonló tárgyakon. És hozzájuk keveredik még a középkori dogmatika, a boszorkányüldözések boszorkánya, hogy mit tud csinálni egy ilyen figura, ez a három dolog keveredik benne. Eredetileg az volt, hogy elviszi az állatok hasznát, tehát mondjuk békává változik és kiszopja a tehenek tejét. Nagyon szeret bármilyen állat alakba átváltozni, egyes vidékeken azt vallják, hogy bármivé át tud változni, kivéve bárány és galamb. Gondolom lehet sejteni, hogy miért, hiszen a bárány Jézust, a galamb pedig a Szent Lelket jelképezi. Kifejezetten szeret fekete állatok alakjában megjelenni. Vörös rébék. Vörös rébék által ment a keskeny pallón, s elrepült. Tollászkodni, mármint varjú, egy jegenye fára ült. Akinek azt mondja, kár, nagy baj éri, és nagy kár. Hesmadár. Ő volt az, ki addig főzte Pörgedani bocskorát, míg elvette a sinkóék cifra lányát, a terát. De most bezzeg, bánja már. Váltik hajtja. Kár volt, kár. Ös madár, Pörgedani most ő benne, ha elbotlik se köszön, s ha ott kapja, kibuktatja orrával a küszöbön, pedig titkon oda jár. Szép asszonynak mondja, kár, hes madár, cifra asszony színes szóra tetteti, hogy mit se hajt, ken meg köztünk ne csináljon háborodást, házi bajt, nem vagyok én csapodár. Rebi néni mondja, kár, hesmadár, másszor is jön, hoz fehér pénzt, piros kendőt, s egyebet. Ne szejányom, e mézes bor erősítse a szíved, szépnek úgy nem tenni kár. Hadd jöjjön hát a kasznár, hesmadár. Mi történt itt? A ballada műfajából adódóan nagyon sok benne a kihagyás, az úgynevezett ellipszis, a szaggatott szerkesztésmód. Úgyhogy nem annyira egyértelmű. Ahogy nézegettem az interneten, rengeteg félreértést és félreértelmezést olvastam, szóval egy kicsit nem baj, hogyha átnézzük. Tehát adott ez a bizonyos Rebi néni, akiről azt lehet tudni, hogy varjúvá képes változni.
A ballada első két sora az egy népmondai töredék, ez ihleti meg aranyt. Aranyról azt lehet tudni, hogy a balladái három különböző forrásból táplálkoznak, egyrészt a skót balladákból, másrészt a magyar históriás énekekből, amiknél sokkal sűrítettebb történeteket mond el, harmadrészt pedig a magyar népballadából. A magyar népballada az rendkívül mély és gazdag anyag. Elég arra gondolni, hogy a nyugati és a keleti ballada kincs itt találkozik. Talán még hatodikban most is lehet tanulni a Kádár Kata és a Kőműves Kelemenné balladáját. A Kádár Katának az az érdekessége, hogy ez egy nyugati balladatípus, és Magyarországnál keletebbre nem gyűjtötték. A Kőműves Kelemenné, tehát a falba épített feleség, az pedig egy balkáni balladatípus, amit nálunk nyugatabbra nem gyűjtöttek. Tehát, hogyha két ennyire izgalmas és mély kultúra, a keleti és a nyugati kultúra Magyarországon találkozik, akkor aranynak bőven volt honnan merítenie. Arany balladáira amúgy is igaz, hogy nyomoznunk kell, hogy valójában mi történt, mint hogyha a balladák narrátora, elbeszélője egy szemtanúja lenne ezeknek a történeteknek, és nagyon szűkszavú szemtanú, akiből úgy kell egyenként kihúzni, hogy valójában mi is történt. Itt van egy rettenetesen rossz házasság, névvel a szereplők, Pörge, Dani és Sinkó Tera, és azt lehet tudni, hogy Daninak lett volna valakie, akit elvett volna feleségül, de inkább ezt a cifra nőt választotta, a boszorkány, aki ebben az esetben leginkább kerítőnőnek látszik, tehát az ő közbenjárására. Ez a bizonyos bocskorfőzés. Hát ez nem csak a boszorkányok csinálták, hanem bárki főzhette annak a bocskorát, akit magához akart kötni, akiről azt akarta, hogy szerelmes legyen bele. Hasonló volt, amikor a szeretett nőnek vagy férfinak a lábnyomát felszedték, berakták a kéménybe, és füstölték. És akkor, ahogy az a por füstölődött, vagy ahogy a bocskor főtt, az illetőnek eszét vesztve rohannia kellett ahhoz az illető nőhöz vagy férfihoz, aki vele ezt a vajákolást véghez vitte. Van is ezzel kapcsolatban Nagy Lászlónak egy verse, Szép asszonyok mondókái Gábrielre, ahol Báthori Gábor fejedelmet varázsolják ilyen módon a nők. Míg az 50-es évek balladáiban van egyfajta rend, egy igazságszolgáltatás, belső igazságszolgáltatás, hogy a bűnös megbűnhődik, ezekben a kései balladákban, kései balladáknak hívjuk a 70-es években született műveit aranynak, ezekre az az igaz, hogy van valami homályos és elpusztíthatatlan gonosz. Rebi néni is hiába öli meg Dani, nem hal meg, hanem a lelke egyik varjúból a másikba jár. Egyébként a boszorkányok hajlamosak erre, nem is tudnak meghalni, amíg a tudásukat át nem adták készfogással, ezért nem volt szokás régebben nőkkel kezet fogni. Ki tudja, lehet, hogy boszorkány, és most elkapom tőle a boszorkányságot. Úgyhogy előfordult, hogy a haldokló boszorkánynak, hogy el tudjon távozni ebből a világból, egy seprűt dobtak oda, boszorkány megfogta, a seprű adott esetben lehet, hogy rögtön szétporlat, de a boszorkánynak a teste meg tudott halni. A balladában a tragikus fordulat, vagy a megmagyarázhatatlan fordulat az, amikor, mert tulajdonképpen minden más lehet azzal magyarázni, hogy van egy öreg kerítőnő, aki egy pokoli rossz házasságot hozott össze. Ott viszont, amikor Dani lelövi a varjút, és Rebi néni leesett, onnantól már mindenképp kikerülhetetlen a mágia. Először meghal Rebi néni, aztán meghal ez a bizonyos kasznár, megint csak nagyon szűkszavú arany, mert annyit mond, hogy a vízben nagyot csobban valami. És ez a valami nyilván a kasznárnak a teste, akit Dani belökött a vízbe féltékenységből, jogos féltékenységből. Aztán pedig Daniból útonálló lesz. Nagyon vigyázni kell arra, hogy értelmezzük a szavakat, mit jelent ez a felvont sárkányt vesz kezébe. Ez nyilván a felhúzott ravaszú puska, és ez a hajtja éh, megállj görög, ez a konkrét útonállás, az úton járó kereskedőket, akik nagyon sokszor tényleg görögök voltak, őket állítják meg az útonállók, hogy itt történik egy gyilkosság, vagy csak fegyveres rablás, azt nem lehet tudni. A harmadik halottja ennek a történetnek, ha a görögöt nem számoljuk, pedig maga a főhős Pörge Dani, akit gyilkosságért felakasztanak. Ha megnézzük a szöveget, akkor látszik is az első két sor idézőjeléből,
hogy ez nem aranytól származik, utána pedig azokat az egészen apró dolgokat érdemes nézni, adott esetben döltbetűs szavakat. Általában is felhívom a figyelmeteket aranynál a döltbetűs szavakra, mert néha egy-egy fontos információ csak innen derül ki. Itt például, amikor már megvan a házasság, és azt mondja, pedig titkon oda jár, szépasszonynak mondja kár, itt Daniról van szó, ez a bizonyos, ha ott kapja, pedig titkon oda jár. Ezek ilyen nagyon-nagyon apró jelzések arra, hogy ennek a Daninak is volt valakie, ez az ott, ez az oda, és végül nem ezt a nőt vette feleségül, hanem valaki mást. Ebben az időszakban a világirodalomban van egy másik furcsa nagy fekete madár, egy holló, Edgar Allan Poe-nak a hollója, aki a magyar fordításban azt mondja, hogy soha már. Ehhez képest Rebi néni azt mondja, hogy kár, ami a varjukárogás is, meg az a szó is, hogy valami rossz, valami baj ért. Nagyjából, hát lehet, hogy nem számoltam jól, én azt hiszem 16-szor fordul elő az, hogy kár. Még akkor is, ha nem Rebi néni mondja, akkor is valahogy az ő sötét lelkét képviseli ez a szó. A vers ritmikája is a magyar népballadákhoz közel állóan kétütemű, ütemhangsúlyos, 8 és 7 szótagos sorok, kivéve az utolsó sor, a refrén, ez a hesmadár, ami kiesik ebből a 4 plusz 3-as lüktetésből, és egy zaklatottságot ad az egész szövegnek. Azt mondtam, hogy a boszorkány hiedelem lény, és az, hogy miben hiszünk, azt szájhagyomány útján egyik nemzedék adja át a másiknak. A következő aranyballada, amit szeretnék megmutatni, az egy olyan történet, amiben az is megvan, hogy hogyan adják át a hagyományt. Ropog a tűz, messze süt a vidékre, pirosan szál füstje fel a nagy égre, körül állja egy nehány fa, tova nyúlik rémes árnya, s körül üli a tanyáknak szép legénye, szép leánya. Szaporán, hé, nagy a rakás, mozogni, nem is illik összebúva susogni? Ki először piros csőt le, lakodalma lesz az ősszel. Tegyetek rá, hadd lobogjon! Te, gyerek! Gondolj a tűzzel! Dalos Eszti szép leány volt, de árva. Fiatal még a mezei munkára. Sanyarú volt beleszokni, napon égni, pirosodni. Hűvös éj lesz, fogas a szél, derekának hajladozni. Deli karcsú derekában a salló, puha lábán nem teve kárt a talló. Mint a búza, piros, teljes, kerek arca, maga melyes. Teli a hold, most buvik fel. Az egész jány ugyan helyes. Tuba Ferkó, juhot őriz a tájon, juha métejt legel a rossz lapájon. Maga oly bús, mi nem éri? Furujája mindig sír, rí. Aha, rókát hajt a bodré, Dalos Esztert úgy kíséri. Aranynál és Vörös Sándornál tapasztaltam a legerősebben, hogy ahhoz, hogy egy szöveg hasson, igazából nem is kell érteni. Nem is csak mint művészi szöveget, hanem adott esetben még akár szemantikailag a szavak szintjén sem, mert magának a szövegnek a zeneisége, a sűrítettsége akkor is dolgozik, és adott esetben, amikor megértjük, akkor pedig egy plusz jelentéssel, vagy egy plusz élménnyel gazdagodunk. Nekem egy kicsit olyan, mint amikor Máté Pasiót énekeltük németül, nem tudtam németül, és mégis dolgozott, működött a szöveg, és amikor megtanultam hozzá németül, akkor nagyon megörültem, hogy most már jelentés szintjén is működik, és tudom, hogy mit jelent. Ez a vers, a tengeri hántás, nagyon-nagyon erősen képviseli azt a Gregus Ágost idézetet, vagy definíciót a balladára, hogy a ballada az tragédia dalban elbeszélve. Azért tartom zseniálisnak ezt a meghatározást, mert benne van az, hogy a ballada mennyire átmeneti műfaj. A tragédia ugyanis drámai, a dal lírai, az elbeszélve pedig azt jelenti, hogy epikus. Ha nagyon be akarjuk sorolni, akkor a balladát azért, hiszen egy történetet mond el, epikus műfajként szokták megnevezni, de nagyon erős benne a tragédia vonala, és nagyon erős benne természetesen a líraiság.
Itt is tragédiáról van szó, nem is egy, hanem többes tragédiáról. Ez a ballada talán még bonyolultabb, még nehezebben érthető, mint a Vörös Rébék című volt. Annyiszor neveztem már a szövegeket szövetnek, hogy ezt most meg is mutatom. A tengeri hántás ugyanis úgy épül föl, mint itt rajtam ez a két zokni, amik közül a felső az lyukas. Van ugyanis két rétege a történetnek, az egyik az alsó réteg, amiről a szöveg a címét is kapta, ez a bizonyos közösségi alkalom, tengeri hántás, kukoricafosztás. Ez az első két verszak, és utána a minden egyes verszaknak az ötödik sorában megint csak ezt az alsó szövetet látjuk. Fölül pedig ott van Dalos Eszti és Tuba Ferkó története, megint csak teljes névvel megnevezi őket a ballada, és minden egyes sorban van egy kiszólás, ugyanúgy, ahogy ezek a lyukak itt a felső zoknin, minden egyes verszakban töri a vatkana az írtást, vagy ne tegyétek ti leányok. Olyan, ami erre az elsődleges, a vershelyzetre utal, erre az elsődleges szövetre, az, hogy a közösség ül körben, és elmeséli ezt a nagyon-nagyon tragikus történetet. Tehát, ha megnézitek, mindegyik ötödik sor tulajdonképpen ki lehetne emelni, és akkor megmaradna elsődlegesen a harmadik verszaktól kezdve Dalos Eszti története. Dalos Eszti szép leány volt, de árva, fiatal még a mezei munkára. Sanyarú volt beleszokni, napon égni, pirosodni, derekának hajladozni. Ez az ötödik sor ugyanis rímtechnikai értelemben is úgynevezett vaksor, tehát sehova nem rímel. Mi történt itt tulajdonképpen? Van egy olyan sor, ami kétszer is ismétlődik, ez a ne tegyétek ti leányok. Mit ne tegyenek ezek a leányok? Amikor Dalos Eszti elmegy éjszaka, ott hagyja az aratókat, akkor utána történik valami furcsa dolog. Ha itt megnézzük ezt a negyedik verszakot, puha lábán nem teve kárt a talló, és hogyha tovább megyünk a szöveggel, akkor miután megtette azt, amit nem kell, akkor az lesz, hogy tövis, tarló, piros vérit fakasztja. Mi történik? Az érintetlenség, az ártatlanság jelképe az, hogy nem sérti meg se a szederinda, se a tarló, és amikor elveszti a szüzességét, elveszti az ártatlanságát, akkor már megtépik ezek a tüskés bokrok. Azt hiszem, hogy anélkül, hogy ezt a szimbolikát tudatosan ismernénk, lehet érezni, lehet érteni, hogy miről van szó. Tehát ez az egész szimbólumrendszere sokkal mélyebben van bennünk, mint a tudati szint. Jung azt mondaná erre, hogy a kollektív tudattalanunknak a része. Tehát érezzük azt, hogy valami olyan változás történik, ami után már ez a lány ez nem érintetlen és nem érinthetetlen, ami után már meg van tépve, meg van tépázva, nem csak erkölcsi értelemben, hanem fizikailag is. Nagyon-nagyon szűkszavú megint csak a szemtanunk. Egyetlen egy, és itt most még kevesebbet árul el arany, mint amikor egyetlen egy döltbetűs szóval utal valamire, ugyanis egyetlen egy raggal fog utalni valamire, hogyha megnézzük a következő részt. Azt már tudjuk, hogy Dalos Eszti meghalt, és amikor visszatér Tuba Ferkó, aki őt elhagyta, kimegy a temetőbe, ahol egyetlen egy felírást lát, itt nyugosznak fagyos földben, na ez a nak rag, ez az árulkodó. Mert ha csak Eszter feküdne ott, akkor az lenne, hogy itt nyugszik fagyos földbe. Ki lehet ez a másik? Nyilvánvalóan Eszternek a Tuba Ferkótól fogant gyermeke. Azt már nem árulja el a ballada, hogy ez a gyermek az anyjával együtt az ő hasában volt, még amikor meghalt, vagy pedig megszületett, és úgy haltak meg mind a ketten. A tragédia második része az már Tuba Ferkó tragédiája, aki beleőrül abba, hogy elhagyta Esztit, és leugrik a falutornyáról. Itt még azért van valamiféle igazságszolgáltatás. A bűn, amit Tuba Ferkó Dalos Eszti ellen elkövetett, magában hordta a büntetését. Nem lehet épp lélekkel elhordozni egy ekkora bűnt, egy ekkora terhet. Ugyanúgy, ahogy 5. László megőrül, vagy Edward király, angol király megőrül, beleőrül abba, hogy bűnt követett el. Az utolsó verszak megint ez a bizonyos elsődleges szövet, a történetnek az elsődleges rétege, maga a kukoricafosztást, most már lassan éjfél van, és az utolsó néhány sorhoz Arany Jánosnak magának van egy jegyzete. Ez a magasan a levegőben repül egy nagy lepedő fenn, ehhez ezt írja Arany János.
Mezőnháló emberek sokszor vélnek magasan a légben felettük áthúzódó, kísértetes zenét hallani. A démoni zenészek valami nagy, kiterült ponyván repülnek tovább. Aranyfigurái között, a ballada hősei között nagyon sok nő van. Női sorsokat és női tragédiákat elég sokszor ír meg. Visszatérő témák egyáltalán a világirodalomban, nem csak az, hogy egy nő terhes marad úgy, hogy a férfi otthagyja, sajnos megint csak azt lehet mondani, hogy nem korlátozódik ez a történet az irodalomra, hanem gyakran előforduló téma a féltékenységből elkövetett emberölés is. Ugyanez a Megölöm az asszonyt egy aranyballadában így fog kinézni, természetesen a balladához illő balkáni stílusú zenével. Lefelé úsz, aladik, aladik. Dól a muzsika szó, guznica szó, csipolya szó, hallatik. Uhaj, viszik a piros albát barackot. Juhaj, kebibe Szentendréről megy asszony. Juhaj, viszik a piros albát barackot. Juhaj, kedibe Szentendréről menj, asszony! Már említettem, hogy arany tartják az egyik legnagyobb szókincsű, vagy talán a legnagyobb szókincsű magyar költőnek. Vannak itt olyan szavak, amiket azért nem egyszerű megérteni, de igazából nem zavaró. Guzlica, csimpolya, valami hangszer, ami szól. Az utolsó verszakban pedig van ez a bizonyos dávoria, én sem ismertem annyira, hogy amikor először hallgattam ezt a zenét, úgy hallottam, hogy távoli jaj hallatik. A dávoria az részek, danászás, dajdajozást jelent. Mi történik ebben a balladában? Úgy is mondhatom, hogy arany csúcsra járatja itt az ellipszist, ugyanis a nagy, ezt hívjuk balladai homálynak, ebből a bizonyos sejtetésből csak három szó emelkedik ki. A második verszakban megfér ez alatt akármennyi szerető. A következő verszakban, amikor Jovan járja a kólót, akkor egy véres késsel járja, és az utolsó sorban nem a rima szó az árulkodó, amit Aranya maga szemérmes voltában úgy tudom, hogy a kéziratban is kipontozott, hanem a volt, hogy ez a nő már csak volt, akármilyen is volt. Az utolsó verszakban pedig kiderül, hogy Jovan megszökik az igazságszolgáltatás elől, elképzelhetjük a térképen is, Szentendréről Ráckevére, és Ráckevéről pedig Szerbiába. A Toldi szerelmében láttuk a párkapcsolati birtoklásnak azt a verzióját, amikor valakit csak úgy meg lehet ütni, itt pedig még egy ennél is szörnyűbb dolog történik, amikor valakit féltékenységből meg lehet ölni. Sokan gondolják, hogy a féltékenységnek bármi köze is van a szerelemhez, nincsen. A féltékenységből elkövetett gyilkosságnak pedig végképp nincsen. Jovan elmenekül az igazságszolgáltatás elől, itt még belső igazságszolgáltatás sincsen. Nagyjából hasonló lesz a helyzet Joe-val. Hey Joe, kezemben a fegyverrel hatóval néz. Ebben a fegyverrel pont hova mész. Lelöpém az asszony! Megyek! Lelöpém el! Lelöpém az asszony! Megyek! Lelöpém el! Lelöpém el!
A helyes megfejtők között szívesen kisorsolok egy Túró Rudit. Honnan lehet tudni erről az utolsó versről, a népdalról, egyetlen egy szó alapján, hogy 1873 után született? Másrészt, ha van kedvetek tovább ezzel foglalkozni, velem játszani vagy gondolkodni, akár írjatok meg egy hasonló történetet féltékenységből elkövetett gyilkosságról, nő is kinyírhat benne férfit, lehet dalszöveg, lehet vers, lehet prózai történet, ahogy jól esik. Ha pedig tetszett a Hobóféle Hey Joe, akkor hallgassátok meg azt, ami világhírű lett, ez a Jimi Hendrix féle előadása ennek a dalnak. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, jövő héten is várlak titeket. Sziasztok!